Kedves gyerekek, ezt a mesét Guidi Farkas Lilla küldi nektek a K&H Gyógyvarázs Mesedoktorok programon keresztül. Gyógyuljatok meg minél hamarabb! Benedek Elek, a tűzmadár. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, és a szegény embernek három fia. Ennek a szegény embernek csak egy kicsi kertje volt, de ebben a kicsi kertben olyan gyönyörű szép rózsák teremtek, hogy aki látta, mind megcsodálta. Volt abban a kertben egyéb virág is, olyan, amelyiknek az illatja 7 mérföldnyire terjedt. Olyan is, hogyha valaki hozzányúlt, megcsendült, csengett, mint az aranycsengő. Volt abban a kertben egyéb virág is, olyan, amelyiknek az illatja 7 mérföldre terjedt. Olyan is, hogyha valaki hozzányúlt, megcsendült és csengett, mint az aranycsengő. De nem sok öröme volt a szegény embernek ebben a sok szép, csodálatos virágban, mert ének idején berepült egy tűzmadár, akinek a tolla és a szárnya olyan volt, mintha lángal égett volna, és mire észrevette magát a szegény ember, mire észrevették a fiai, egytől egyig lecsipkedte a virágokat, s vitte a jó Isten tudja merre. Megpróbáltak mindent, hogy valami módon megőrizzék a virágokat. Próbálta a szegény ember, de vagy elaludt, vagy ha el nem aludt, a tűzmadár lángal égő tolla egy percre, kettőre elvette a szeme világát. Se meg nem lőhette, se meg nem foghatta a madarat. Ugyanígy járt a szegény embernek a 2 idősebb fia, akkor aztán Laci próbált szerencsét, a legkisebb fiú. Egy hétig a szemét le sem hunyta, de a tűzmadár nem jött el. Hanem a 7. éjjel egyszerre csak beröppent, és éppen arra a rózsabokorra szállott le, amelyik mellé Laci húzódott oda. Egyik kezével befogta a szemét, a másikkal a madár után kapott, de éppen csak egy toll maradott a kezében. A tűzmadár elrepült. Hát hiába, nem tudják megőrizni a rózsákat. Azt határozzák a legények, hogy elmennek 7. ország ellen, és addig meg sem nyugszanak, amíg valahol a tűzmadarat meg nem találják. Mennek, mendegélnek, s a 7. nap rengeteg erdőbe érnek. Rengeteg erdőben egy virágos kertre találnak, ahol éppen olyan szép rózsák voltak, mint az ő kertjükben. A 2 idősebb legény nem állhatta meg, hogy be ne menjen a kertbe. Hiába beszélt Laci, bementek, s egyik bokorról rózsát szakasztottak. Hát, uram teremtőm, abban a pillanatban megnyílik a föld, s kiugrik egy 7 rőfös szakállú ember. Megragadja a 2 legényt, szót sem szól, s viszi le magával az alsó világba. Laci egyedül maradott. Nem tudta, mi csináljon, merre menjen a bátyai után. Gondolta, majd csak valahogy előkerülnek, vagy így, vagy úgy. Ment tovább nagy búsan, s amint megy, mendegél, meglát egy rettentő magas sziklát. S annak a sziklának a hasadékában egy kardot. Oda megy, kihúzza a kardot, s íme abban a pillanatban a kard után kiugrik egy 7 fejű sárkány. No, Lacinak sem kellett több. Neki a sárkánynak s addig vagdalkozik jobbra-balra, előre-hátra, míg a sárkánynak mind a 7 fejét le nem vágta. A sárkánynak úgy ömlött a vére, mint a patak. Laci fogta magát, megmosakodott a sárkány vérében, s olyan erős lett, mint egy óriás. Akkor elindult be a szikla hasadékán, de még 2 sem lépett, jön szörnyű morgással szembe az ezüstmedve. Megnézik egymást, összekapnak, ropogott a csontja mind a kettőnek, de Laci erősebb volt, s úgy vágta földhöz a medvét, hogy megnyekkent belé. Azt mondta a medve: látom, hogy erősebb vagy, te legény. Hagyd meg az életemet, bizony nem bánod meg. Kívánj akármit, minden kívánságodat teljesítem. Nem kívánok én egyebet, mondotta Laci, csak vigyél el a tűzmadárhoz. Ülj fel a hátamra, viszlek is. Felül Laci a medve hátára, azzal megiromodik az a rettentő nagy állat, vágtatott a szélnél sebesebben, még a gondolatnál is sebesebben, egyszerre csak megállott egy kacsalában forgó gyémánt palota előtt, s mondott a Lacinak: eredj, menj fel ebbe a várba! Ott van a tűzmadár üvegkalickában. Most alszik a várban mindenki, a király is, a katonái is, de úgy nyúj bele a kalickába, hogy a kezed hozzá ne érjen, mert ha megcsendül, fölébrednek az emberek, s nagy bajba kerülhetsz. Fölmegy Laci a palotába, meg is találja az üvegkalickát. Nyitva volt az ajtaja. Bedugja a kezét, de egy kicsit mégis hozzáért. S akkorát csendült a kalicka, hogy egyszerűen talpon termett az udvarban minden ember. Összeszaladnak az emberek, megfogják Lacit, viszik a király elé, s jelentik, hogy mit akart ez a legény.
No, mondja a király, most karóba húzhatnám a fejedet, de nem teszem, hanem még a tűzmadarat is neked adom, ha elhozod a vaskirály aranysörényű paripáját. Kimegy Laci, felül az ezüst medvére, s mondja neki, hogy mit akar a tűzmadár gazdája. Jól van, mondja a medve, könnyen elhozhatod, ha megfogadod az én szavamat. Annak a paripának mindig hátán az aranynyereg. Azt mondom hát, hogy a nyereghez hozzá ne nyúj, mert ha úgy alusznak, mint a fekete föld, akkor is fölébrednek, olyan nagyot csendül az az aranynyereg. Míg el sem mondta jóformán ezt az ezüstmedve, már ott is voltak a vaskirály ajtaja előtt. A legények aludtak mind. Bemegy Laci az istálóba, eloldja a paripát a jászoltól, de amint vezette ki, hogy nem, hozzáért a nyerekhez. S attól akkorát csendült, hogy egyszerűen fölébredtek a kocsisok, tolvajt kiáltottak, megfogták Lacit, vitték a király elé. Azt mondja a király. No, te betyár, karóba húzathatnám a fejedet, de nem teszem, hanem azt parancsolom, hogy indulj mindjárt. Indulj mindjárt Tündérországba, hozd el onnét a tündér király leányát, aki a palotának éppen az 50. szobájában lakik. Felül Laci az ezüstmedve hátára, elvágtatnak Tündérországba. Ottan felmegy a tündér király palotájába, keresztül megy 49 szobán, egy lelket sem talált. Bemegy az 50. szobába, s hát ottan ül aranylócán a tündér király kisasszony. S amint meglátta Lacit, mindjárt felszökött az aranylócáról, s azt mondotta. Te az enyém, én a tiéd, ásókapa, s nagy harang válasszon el minket. Hiszen örült is, búsult is ennek Laci, egy szóval sem merte mondani, hogy nem magának viszi a tündér király kisasszonyt. Látta a medve Laci nagy szomorúságát, és amikor a vaskirály palotájához értek, azt mondta neki. Csak hagyjuk kint a király kisasszonyt, a többit bízd rám. Abban a pillanatban az ezüst medve megrázkódott, s szakasztott olyan tündér lány lett belőle, mint a tündér király kisasszony. Fölment a palotába, Laci meg az aranysörényű paripán elvitte a tündér király kisasszonyt. De még oda sem ért ahhoz a várhoz, ahol a tűzmadár volt, már ott volt az ezüstmedve. Ott a vaskirály szeme láttára visszaváltozott medvének, s elnyargalt, mint a sebes szél. Örült Laci, hogy visszakerült az ezüstmedve, de most meg az aranysörényű paripát sajnálta a királytól. Szerette volna, ha a paripa is megmarad, és a tűzmadarat is megkapja. Az ezüstmedve eltalálta a gondolatát. Megrázkódott, és éppen olyan aranysörényű paripa lett, mint a másik. Az igazi paripa kint maradt a király kisasszonnyal, Laci meg fölvezette az ezüstmedvéből lett paripát a királyhoz. Hely, örült a király! Egyszerűen odaadta a tűzmadarat kalickástul, mindenestül. De az ezüstmedvéből lett paripa csak azt várta, hogy Laci jó messzire nyargaljon a tűzmadárral. Visszaváltozott medvének, s ott hagyta a királyt. Éppen abban az erdőben érte utol Lacit, ahol a bátyjait a hétrőfös szakállú ember levitte az alsó világba. Van-e még szívednek valami kívánsága? Kérdezte a medve. Nincs egyéb, édes medvém, csak az az egy, szabadítsd meg a bátyáimat. Ahogy ezt mondta, az ezüstmedve nagyot dobbantott a lábával, megnyílt a föld, s hopp, eltűnt. De még egy óra sem telt belé, kiugrott a föld alól, ott ült a hátán a két legény. Most már szépen hazamehettek, velük ment az ezüstmedve is, többet el sem eresztették, mint az édes testvérüket úgy tartották. A tűzmadár többet nem pusztíthatta el a rózsákat, s a drága szép virágokkal tengerkincset szereztek. Olyan gyémánt palotát épített Laci, hogy abban jó szívvel ellakhatott a tündér király leánya. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.